Üdvözlök mindenkit, Abydos vagyok, és arra gondoltam, hogy a mai videóban lehetne egy olyan összeállítást csinálni, ami a 10+1 kedvenc VR játékom és alkalmazásomat fogja így egy csomagba, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezek a legjobb programok, vagy érted, nem feltétlenül mindenkinek ezek valók, de ezért nagyon szeretem őket bármikor elindítani, vagy visszaemlékezni rájuk, hogy milyen jó élményt nyújtottak. Kezdjük akkor rögtön a legelején ennek a csomagnak, amit így összeállítottam, és ez ráadásul egy nagyon átfogó téma, ez a 11., vagyis hát ilyen 10+1, nem tudom. Ez nem feltétlenül egy program, mert én például amikor én itthon VR-ban tartalmat fogyasztok, tehát YouTube-ozok, filmezek, sorozatot nézek, vagy pedig speciálisan VR élményre vagyok kíváncsi, például szeretném megnézni a Monteverestet, vagy a tengermélyét, bármi, ott szeretnék lenni valahol, és ezt így valaki már levideózta előttem ezekkel a speciális VR 180-as kamerákkal, vagy 360-as kamerákkal, akkor én nekem természetesen ezeket a speciális VR tartalmakat VR szemüvegbe kell megnéznem. De ezen túl is vannak olyan dolgok, mint például filmek, sorozatok, amik rendes 2D-s dolgok, tehát megnézem akár a Netflixen a Tiger King-et, vagy a bármilyen animét, akkor egyszerűen csak fogom a VR szemüvegemet, felveszem, lefekszem az ágyamra, és úgy elkezdek egy saját szobámba, vagy saját mozitermemben élvezni a filmet, vagy amit éppen nézek. Szóval mivel nincsen, mondom, tévé a szobámban, ez nekem nagyon hasznos és jó dolog, és ezt szeretem is kihasználni. Vannak letölthető és beépített böngészők, amiknél nem is kell levennem a szemüveget, de már el tudom olvasni az internet újdonságait, híreit. Szóval mindenképp egy ilyen átfogó, kényelmi élménynek tartom, és ez az 1+1-es csomagom, ami a VR-ra tartozik, tehát a tartalomfogyasztás. A sorrend az hát nagyjából állja a helyét, nem azt mondom, hogy nem tudnám megkeverni, hogyha egy kicsit átgondolom, tehát lehetséges, hogy mondjuk a 6. inkább lehetne az 5. és fordítva, tehát ezt ne nézzétek ilyen szigorúan, de nekem nagyon fontos élmény például az, hogy alkothatok VR-ban. Az Oculus Quillel, a Mediummal, a Tilt Brush-sal, a Gravity Sketch-sel, a Sculpture VR-ral, ezek mind olyan programok, amikkel 3D-s alakzatokat, animációkat készíthetek, hogyha úgy tartja kedvem, és ez nagyon jó élmény, mivel sok szempontból sokkal könnyebb így alkotni, mint mondjuk számítógépen, tehát szobrászkodhatok, természetes módon fogom, itt van előttem a tárgy, és azt én szépen a virtuális térben kialakíthatom olyanná, milyenné számítógépen soha nem tudnám egérrel megcsinálni, illetve valószínűleg a való életben sem lennék elég ügyes hozzá. Ez mindenképp egy olyan dolog, ami nagyon fontos és nagyon jó élmény nekem a VR-ban, és erről nem is nagyon mondanék le. 9. helyre én a Pixel Ripped 1989-et és a 95-öt tenném, ugyanis ezek azok a játékok, amik konkrétan vissza tudják hozni az ember gyerekkorát. Ide még belevehetném amúgy az EMUVR-t is, tehát a lényeg az, hogy egy olyan környezetet teremt köréd, Pixel Ripped meg a EMUVR, hogy így visszautazol az időben, újra a gyerek leszel, és újra olyan játékokkal és azokkal a játékokkal játszhat, amik korábban nagyon érdekesek és izgalmasak voltak számodra. Mindig beültél a tévé elé, összedugdostad a kábeleket, és akkor lefoglaltad a nappalit, vagy az adott helyet, ahol éppen volt tévé, leültél a földre, a fotelba, és elvetted a kis konzolodat, és játszottál. Sárga kazettát belerakni a dolgokba, és mint mondtam, a Pixel Ripped és az EMUVR, ezek nagyon-nagyon arra építenek, hogy ezt a régi időt, ezt a ezt a igazán izgalmas gyerekkori korszakot, amikor felnőttek zaklattak téged, hogy ne játsz annyit, mert kiég a szemed, amikor menj ki az utcára, és ne a gép előtt ülj, meg ilyen, ezeket a korszakokat visszahozza, és így nagyon zseniális, nagyon élvezetes, és nagyon érdekes módon. Máshogy nem tudnád ezt megtapasztalni, csak VR-ban van lehetőséged arra, hogy ilyenfajta időutazásra legyél szert. Tehát ha most fognád magad és beülnél a tévé elé, elővennéd a régi konzolodat, rádugnád, mert nem olyan tévék vannak, már nem CRT tévék vannak, már nem vibrál a kép, már nem, mert túl jó a felbontás, mosott lenne, nem az a hangulat lenne körülötted, ezekkel viszont ez megteremtődik, és ez egy olyan élmény, ami tényleg hihetetlen. Tényleg nagyszerű dolog. Szóval bárkinek tudom ajánlani, aki 90-es években volt például gyerek, hogy ezt próbálja ki. És ezeken tényleg jó érzés ezekkel nosztalgiázni. Abszolút egy időutazásról van szó. Én nagyon tudom támogatni ezeket a törekvéseket, éppen ezért ezek nagyon kedvenc játékaim, illetve programjaim. A 8. helyzet egy kicsit máshogy érdekes számomra, mivel az túlzás lenne mondani, hogy én órák ezreit ölteném ebbe a játékba, viszonylag elég keveset is játszom vele, ahhoz képest, hogy mekkora lehetőségek vannak benne, ez pedig az Elite Dangerous, ami igazából tényleg egy hihetetlen élmény, hogy a galaxist bejárhatod a saját űrhajódban, amiben beülsz, és akkor körbenézel, és ott van melletted egy űrállomás, vagy egy másik űrhajó, és beugrasz a hipertérbe, és kijössz, és előtted van egy hatalmas nagy csillag, ami izzik, és kalózok támadnak meg, ez VR-ban, ez hihetetlen élmény. Tényleg ott vagy az űrhajóban, hátra nézel, látod a raktárat, felnézel, feletted van a ellenséges hajó. Ahhoz képest, hogy viszonylag keveset játszom vele, ez egy nagyon meghatározó élmény nekem az Elite Dangerous, és ez is olyan dolog, ami ennél közelebb nem nagyon tudsz az űrhöz jutni jelenleg. Tehát szinte elképzelhetetlen, hogy annyi pénzed legyen, hogy kijuthass az űrbe, és ezen keresztül, tehát a VR-on keresztül ez viszont megvalósítható, és az Elite Dangerous nagyon jól csinálja, hogy érdekes és izgalmas is legyen ez a dolog. És látványos, persze. A 7. a listán az Onward, ami egy lövöldözős taktikai FPS játék, viszonylag lassabb, viszonylag nehéz, mert hamar meghalsz, hogyha óvatlan vagy, de mégis nekem egy olyan élményt adott így a kezdeti VR időkben, amivel így tényleg egy ilyen paintball, airsoft élményt tudsz visszahozni, hogyha voltál valaha ilyen játékokon, akkor ezek nagyon jól, hát az Onward, a Pavlov, a Contractors nagyon jól visszahozzák ezeket az élményeket, én nekem viszont a szívemhez legközelebb álló még mindig az Onward. Sajnos nem nagyon tudok néha vele játszani, mert a fejlesztők egy kicsit, hát én szerintem elbajtázták az optimalizációt, és nagyon sokszor szaggat. Szóval nem éppen vagyok elégedett avval az iránnyal, amit vett a fejlesztés ezekkel a grafikai tuningokkal, szerintem visszább kéne valamit venniük, vagy valahol valami hiba van a számításban, de alapvetően én szerintem az egyik legjobb taktikai lövölde, ha nem a legjobb. Minden esetre valahogy szerintem a legrealisztikusabb is. Tényleg az optimalizációval az egyetlen problémám, meg mivel nehéz, ezért sokszor nehéz rá csapattársakat találni, pedig csapatban a legjobb. 6. helyzetre raktam a Beat Saber-t. Hát ez egy abszolút olyan játék, amit mindenki, szinte mindenki ismer, bárki hallott róla. Aki próbálta, az tudja, hogy miért jó, aki nem próbálta, az meg el se tudja képzelni, hogy miért jó. Ez a Beat Saber, ez tényleg egy olyan dolog, hogy én nem vagyok annyira nagy zenés, de azért úgy mégiscsak jó érzés így csápolni benne. Nem sokat mozgok viszonylag a VR-on kívül, tehát ez egy érdekes dolog, tehát hogy az én mozgásom az a VR-ral együtt jön, megy, tehát így ebbe benne vagyok, és főleg ezekben a karantén időkben szerintem felelős állampolgár vagyok, hogy nem megyek ki, szóval ez nekem így nagyon jó alternatíva szórakozásra. A következő játék a listámon az a VRChat. Bármilyen érdekes is, én régebben, amikor még úgy megjelent, én nem szerettem, sőt, kifejezetten undorítónak találtam a közösségét, mert tényleg rettenetesen tahó emberek is vannak benne, akik igazából csak idegesítőek, nem értelmesek, és nincsen normális mondani valójuk, de aztán úgy jobban belástam magam, és rájöttem, hogy rengeteg normális arc van a VRChatben, akikkel tényleg nagyon jól lehet beszélgetni. Hogyha például valaki egyedül érzi magát, bemegy a VRChatbe, keres magának valamilyen beszélgető partnert a világ bármely tájáról, és együtt kibeszélhetitek az aktuális koronavírus helyzetet, vagy a múltat, vagy a jövőt, amiről csak szeretnétek dumálni. Azon kívül, hogy nyelvtudás kell hozzá, hogy ez természetesen működjön, mivel viszonylag kevés benne a magyar, de hogyha a nyelvtudásod megvan, akkor a kommunikációnak lényegében nem lehet akadálya. De ha nincs is meg a nyelvtudásod, ez egy nagyon-nagyon jó alkalmazás és hely arra, hogy meglegyen és megszerezd. Tehát elmész emberek közé, hallgatod őket, megpróbálsz velük beszélgetni, ez gyakorlásnak a legjobb hely. Tehát nyelvet akarsz tanulni, a VRChat-et ne hagyd ki. VR nélkül is lehet használni ráadásul, tehát ha most neked nincsen VR szemüveged, csak menj, töltsd le az alkalmazást és indítsd el. Nagyon sokan csak monitorról játszanak. Tényleg arra jó, hogy elkezd megtanulni az adott nyelvet, ami érdekel, találkozhatsz, ha nem csak angol embereket, tehát nem csak angolul beszélgethetsz, hanem tényleg spanyolul, portugálul, akkor japánul, oroszul, amit szeretnél. Mindenféle ember van ott ebben a programban. Tényleg csak rajtad múlik, hogy te egy leszel közülük, aki megpróbál kommunikálni és megpróbál értéket teremteni ebben a közösségben. Érdemes letölteni, kipróbálni, és nagy bátorság ahhoz, hogy megszólalj, mert az viszont kell. Negyedik helyre két programot raktam. Ez a kettő ráadásul nem is játék, ezek a világot mutatják meg, és én nekem nagy kedvenceim. A mobil VR szemüvegeken a Wander, míg a PC-n a Google Earth VR. Mind a kettő ugyanarról szól lényegében. A Google Earth VR segítségével a bolygót, tehát a földünket látod madártávlatból, és körbe repülheted, illetve egyik legutóbbi frissítésnek hála akár a Google Street View felvételeket is megnézheted, úgy, hogy ha oda repülsz valamilyen terület fölé, akkor magadra veszel egy ilyen virtuális gömböt, és akkor ott leszel a helyszínen. Ha a Wandert használod, akkor nincsen a föld körüli repkedés, de van multiplayer, vagy pedig bármilyen véletlenszerűen választott helyre elrepülhetsz a bolygón, és a Google Street View segítségével körbenézhetsz. Ez is egy nagyon érdekes és nagyon zseniális dolog, hogy olyan helyekre látogathatsz el, ahol még nem voltál, járni szeretnél, vagy voltál már ott. Esetleg nem is tudtál róla, hogy létezik, de körbenézel. Tehát az egész világ megnyílik körülötted. Ennek a két programnak hála, én tényleg nagyon tudom javasolni, hogy ha Oculus Go-d és Quested van, akkor a Wandert töltsd le, és azt meg kell vásárolni, míg PC-n a SteamVR és az Oculus eszközökön a Google Earth VR az ingyenes, tehát tényleg a lehetőségek határtalanok, próbáljátok ki őket. Harmadik helyzetre a Vader Immortalt tettem, vagyis a Star Wars sztorikat, amik most jönnek PSVR-ra is, de amúgy eredetileg Oculus exkluzív címek voltak. Én nekem nagyon nagy élmény volt először így belekerülni ebbe a Star Wars világba. Nem azt mondom, hogy ez a világ legjobb játéka, sőt, rövid, technikailag vannak vele bőven gondok, beakadások, bugok. Nem is mondanám talán azt, hogy a legszebb, azért végigvisz téged egy Star Wars történeten. Egy olyan Star Wars történeten, amit máshogy nem nagyon ismerhetnél meg. Értem ez alatt, hogy te leszel a játéknak a része. Te leszel az egyik kulcsfigurája Darth Vadernek. Azért ez milyen már, amikor rád számít a sötét nagyúr, hogy te intézd el a dolgokat, mert különben ő elakadt, nem tud tovább jutni, kell lesz neki. És ez olyan jó élményt tud nyújtani, hogy abszolút tudom javasolni, hogy a Vader Immortát azt próbáljátok ki, játszatok vele. Ehhez 2D-s monitoros játékok kevesek. Ez, hogy a kezedben tartod a fénykardot, és te magad használod az erőt. Még mindig mondom, hogy ez sokkal jobb, mint a gombokat nyomogatni a billentyűzeten és egereken. Szóval tényleg egy nagyon jó dolog. Tudom javasolni, a dojo-val pedig akár mesterré is válhatsz ennek a dolognak. Izgalmas és jó sztori. Tényleg egy jó élmény. Mondom, nem a legjobb játék, ami valaha készült, de Star Wars-ban mindenképp az egyik legmeghatározóbb élmény. Sokaknak egy álom válik magóra, amikor ezt elindítják. A második helyzettel nagy problémában voltam, mert minthogy melyik legyen a második és melyik az első. Két kedvencem van itt, amiket én szerintem egyaránt, egyformán szeretek. Az egyik a Lone Echo, a másik pedig akkor kitalálhatjátok, a Half-Life Alyx. Szóval, hát most először akkor a második helyzetről mesélek, a Lone Echo-ról. Itt ebben a játékban egy robot vagy, aki egy asszisztense egy embernek. Tehát nagyon érdekes kontraszt, hogy konkrétan egy embernek segítesz robotként egy űrállomáson, és csak ti ketten vagytok ott. És neked kell ellátni azokat az asszisztensi feladatokat, amiket, hogyha te ember lennél, akkor kiadnál a robotodnak. Hogy ő csinálja meg. Csavarozza ki, meg be azokat a dolgokat, vagy menjen ki az űrbe megjavítani valamit. Tehát te emberként ezt nem csinálnád meg, mert van egy robotod, aki megteszi. És most te vagy a robot. És nagyon érdekes, nagyon fordulatos történettel van dolgunk. Én amikor először kipróbáltam ezt a játékot, akkor azt mondtam, hogy ez nem nagyon izgalmas, unalmas, nem is nagyon mentem tovább egy idő után, de hogyha játszol vele másfél órát talán, akkor utána olyan csavar lesz. Annyira megváltozik a játék, hogy én nem is akarom leszpoilerezni, hogy mi az atya úristen, milyen durva dolog történt hirtelen az egész Lone Echo-ban. Mennyire más lesz a sztori mesélés, az egész hangulat, ami ott a űrbázisod környékén történik. Szóval nagyon tudom ajánlani a Lone Echo-t, egy nagyon izgalmas játék, legvégén teljesen kivoltam. Tehát olyan stresszes szituációba tesz téged a játék, hogy konkrétan tényleg aggódni kezdesz, hogy vajon sikerül-e megcsinálni, amit kell, és arról nem is beszélve, hogy egyszerűen hihetetlen, amikor először tapasztalod meg a gravitációmentes környezetet. Amikor először elrugackodsz valamitől, és lebegsz, és mész, és egyszerűen lenézel, és látod, hogy lebegsz, és tudod, hogy a Földön itt vagy, ezen a bolygón, és csak egy szemüveg van rajtad. De ez a játék abszolút elhiteti veled, hogy te egy súlytalan környezetben lebegsz, te valójában könnyű vagy, és bárhova ellebeghetsz. Nagyon érdekes élmény. Hát az első játék akkor, már lelőttem a poént korábban, ez amúgy is várható volt szerintem, az a Half-Life Alyx. Hát ugye én a Half-Life játékokat tényleg, ahogy a legtöbbünk, gyerekkoromban kezdtem el, és nagyon meghatározó élmény volt ezekkel a játékokkal játszani. A Half-Life 2 is tényleg egy olyan maradandó élmény volt, ilyet nehéz máshogy megtapasztalni, és az Alyx az nagyon sokáig izgalomban tartotta a VR közösséget. Nagyon vártuk azt, hogy végre megjelenjen, vagy bejelentsék a játékot, mert nagyon sejtettük, hogy készül, de biztosak soha nem lehettünk benne. És amikor bejelentették, akkor az hihetetlen volt. Tehát már az is, hogy tudjuk, hogy várunk, és egyszer tényleg jön egy Half-Life játék. És végül megjelent az Alyx, és minden képzeletet felülmúlóan mutatja be nekünk azt a posztapokaliptikus környezetet, amit City 17 és 17 nyújtani tud nekünk. Egyszerűen hihetetlen. Az egész játék, az egész hangulat, minden egyes másodperce ott van, és tényleg mindent kitett a Wolf, hogy ezt szívvel, lélekkel olyannát csinálja ezt a játékot, hogy abszolút megérje miatt a virtuális valóság szemüveget venni. És azt kell mondanom, nem lett volna VR szemüvegem októberben, amikor bejelentették a játékot. Half-Life fanként kötelezőnek éreztem volna, hogy gyűjtsek egy szemüvegre. Szóval én azért meg tudom mondani, tehát volt egy fél éve az embereknek arra, hogy gyűjtsenek egy VR szemüvegre. És nem lehet szerintem valaki Half-Life fan, hogyha nem játsza végig az Alyxot VR-ban. És ehhez tartom magam, és ha mondjuk elkezded egérrel billentyűzettel játszani, az legnagyobb tiszteletlenség a sorozattal szemben. Még ha megnézed, tehát hogyha azt mondod, hogy inkább végignézed egy Half-Life Alyx streamet, vagy valaki végigjátsza, még az is sokkal jobb, mint hogyha te játszanál egér billentyűzettel. Azért is mondom, hogy nem pénz egy VR szemüveg, mert lényegében, hogyha októberben valaki vett egy VR szemcsit, ugyanannyi pénzért el tudná a mai nap is adni azt a szemüveget, úgy, hogy használta több mint fél évig. Szóval ezért mondom, hogy nem akarás vagy akarás kérdése. Ha valakinek drága a VR, akkor eladja, miután végigjátszotta ugyanannyiért, mint amennyire vette. Egyszerűen a VR szemüvegekből hiány van, szóval, hogyha valaki akarta, akkor már végigjátszotta az Alyxot VR-ban, és tudja jól, hogy miért ezt a játékot teszem topra. Mindig bennem volt az, hogy én magamban megfogalmaztam egy ilyet. Még annó a Half-Life 2, Half-Life 1, ezekben az időkben, hogy addig én nem akarok meghalni, amíg nem tudom ki az a G-man. Tehát, hogy én ezt így többször elképzeltem, hogy basszus, ezt tudni akarom. Tehát, hogyha tudom, hogy jön a halálom például, akkor írok egy e-mailt a Wolfnak, hogy figyeljetek, ezt azért mondjátok már el nekem, mert ez nekem fontos. És ezért mondom, hogy szerintem ez egy olyan dolog, hogy itt kell átérezni, ezt az Alyxban kell átérezni. Ez nekem, ez szintén egy felejthetetlen élmény, és egy nagyon fontos mérföldkő volt abban, hogy az én videójátékos pályafutásom egy kicsit még izgalmasabb és jobb legyen, és még adjon valamit nekem. Ezek voltak azok a játékok és programok, amik nélkül nem igazán tudom elképzelni a VR-t, és nem is nagyon tudnám elképzelni, hogy ilyen jó ez az egész dolog. Szóval remélem, hogy tetszett a lista, esetleg kedvet kaptatok valamihez róla. Mint mondom, nem feltétlenül ezek a legjobb programok, vagy a legjobb dolgok, de valami plusz tudnak nyújtani. Nekem legalábbis nyújtottak, és nekem fontosak voltak ezek a alkalmazások. Én megköszönöm nektek a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, a vrhír.hu oldalon pedig folyamatosan fogtok találni virtuális valóság újdonságokat, bemutatókat, illetve leírásokat, de a lényeg az, hogy megköszönöm nektek a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!